Több forrást követel az LMP azok támogatására, akik otthon ápolják hozzátartozóikat. A gyermekek otthongondozási díjáról pedig szakmai egyeztetést szeretne a párt. A stúdióban Ungár Péter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azon gondolkozom, hogy én nem tudom összeadni, hogy hanyatszor beszélünk ugyanarról a témáról. Látszólag olyan ez, mint egy kígyó, amelyik csak egyre hosszabb és egyre jobban nő, és semmi nem történik vele mégsem. Pedig valaminek történnie kellene, ha máshogy nem, akkor majd a választásokat követően. Van arra az ellenzéknek terve, hogy azok a követelések, amiket hónapok és évek óta hallunk öntől, azok végre valóságos megoldást kapjanak? Igen, ugye itt most az történt, hogy megtudtuk, hogy a gyermekek otthongondozási díja és egyéb ápolási díjaknak milyen számai vannak azokban a járásokban, amik a leghátrányosabb helyzetűek, tehát ott feltételezzük, hogy a legnagyobb ezeknek az igénylése, és hogy milyen arányban lettek ezek felülvizsgálva. Azt látjuk, hogy itt olyan számokról beszélünk, ami költségvetési szinten nevetséges összegek, tehát 100, meg 200 ember per járás, meg 170 ember, tehát összességében az érintettek köre nem olyan tág, hogy ez egy államháztartási kockázat legyen. Jelenleg is az a helyzet, hogy aki nem gyermekét gondozza otthon, 38, most már valószínűleg 48, 58 vagy 78 ezer forintot kap. Az mind múlik? Kiemelt ápolási vagy csak ápolási díj, ez egy rendkívül bonyolult ilyen kormányhivatalokkal fűszerezett jogi eljárásnak a határozata, hogy melyik betartozik a ápoltnak a állapotától függően. Valóban nagy különbségek nincsenek, és az a helyzet, hogy jó, az mutatja ez az egész, ami kikerült adatsor, amit kikértem, hogy ez egy nagyon pontosan és jól működő állami juttatás. Nem igaz az a fideszes állítás, hogy itt ezt emberek úgy kapnák, hogy nem érdemlik meg, vagy jogtalanul használják. Vannak olyan járások, ahol 0% a felülvizsgálatban elvett aránya. És akkor van egy másik dolog, ami felmerül, hogy hogy van az, hogy az egyik járásban 0%, a másikban 27. Ez azt mutatja, hogy az a törvény, ami alapján eldöntjük, hogy kinek jár és kinek nem, az nem jó, mert azon az emberen múlik, aki ezt a hivatal szintjén alkalmazza a másikkal szembe. Tehát ez nem mutat egy egységes képet. Én nem hiszem, hogy Bátony terenyén 6-szor annyian használják jogtalanul ezt, mint Érden. Tehát ezt nem nagyon látom át, hogy ez miért lenne így. Viszont az is érdekes, hogy meglepően kevesen használják ki ezt a lehetőséget. Így van. Tehát vagy nem tudnak róla, vagy eleve el sem jutnak a papírokon keresztül odáig, hogy ezeket be tudják nyújtani. Nyilván ez is egy élethelyzet, hogy nincs lehetőség arra, hogy a hivatalba járjon, hogy online próbálkozzon, hogy letöltsön, nyomtasson, és így tovább. Valami ilyesmi lehet e mögött, nem? Részben, mert rendkívül bonyolult. Részben kinek van arra ideje, amikor megkapja a testvére vagy az anyósa demencia diagnózisát, hogy ő a Pest megyei kormányhivatalról folytasson egy különböző kódoknak a megszerzésével egy ilyen a Kafkai Per című könyvéhez hasonló eljárást. De a másik az, hogy ki az, aki bevállalja azt, hogy ezt mind megtegye 58 ezer forintért, úgy, hogy neki vállalnia kell, hogy 4 órásnál nagyobb munkaviszonya nincs mellette. Tehát ha véletlenül tudna mondjuk... Tehát garantálja, hogy nem lehet. Hogy nem lehet állással. Tehát garantálja, hogy még hogyha home office-ba találna valami olyat, amit mondjuk el tud végezni otthon, vagy bármilyen csoda dolog történne, akkor se fogja bevállalni azt, hogy ezért cserébe 58 ezeret kapjon. És azért nagyon súlyos probléma ez, és ez, ha jól tudom, holnapi nap fog a Jelen újságba jönni, mert van egy másik adatigénylésem ebben a témában, ami pedig az idős otthoni váró listáról szól. Nincs olyan megye Magyarországon, 0 olyan megye van, ahol az idős otthoni férőhely szám meg a váró listán várakozók számába nem több a váró listán várakozók száma. Nincs. Tehát ilyen megye nincs. Elképesztő. Ebben a szociális ellátórendszer körüli ügyben rengeteg energiája van már. Van bármi, amiben úgy érzi, hogy igazából együttműködő volt a kormány, hogy valamit sikerült elérnie? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben változás lesz, nem fogják tudni elodázni. Egyszerűen magyar állampolgárok, akik 40-50 éven át fizették a TB-t, dolgoztak, fölneveltek gyerekeket, ráadásul tették ezt a 20. század egyik legnehezebb időszakába, ők utána nem kapnak semmilyen emberhez méltó szolgáltatást azért cserébe, amit ők befizettek. És ez szerintem egy nagyon fontos szemléletváltás. Ez nem egy könyöradomány. Ez nem teszünk szívességet azoknak az embereknek, akiknek idős otthoni férőhelyet biztosítunk. Hát ők fizették, ezért fizették a TB-t 40 évig.
Hát ez jár. Hát ha ez nem jár, akkor miért fizetjük a TB-t? Miért fizetjük a szociális hozzájárulást? Miért veszünk részt az államban, mint adófizetők? Hát az egészségügyi ellátás kapcsán is általában felmerül. Mire fizetjük a TB-t, ha utána magánegészségügybe kell menni ellátásért? De mi ugyanezt történik. Ugyanezt történik a szociális ellátórendszerben, idős gondozásban. Van egy állami rendszer, mindenki szorul ki az állami rendszerből, mert az állami férőhelyek nincsenek bővítve. Mindenki, aki nézi ezt az adást, az tudja, hogy az első dolog, amit a szomszédja, vagy aki a másik a településen van, csinál, hogyha mondjuk demens van a családban, az, hogy kiírja a Facebookon a csoportba, az ápolókereső csoportnak van 50 ezer tagja a Facebookon, és csak ilyen hirdetéseket lát az ember, hogy Győrbe, napi 4 órába keresek, itt a telefonszám. Így ez történik. Az egész átment, nem tudom, mi volt a régi szó erre, fusiba. Bár az általában barkácsolással volt nagyjából összefüggésben, de ez most mindegy. Ha kormányváltás lesz, nyilván ezeket sem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, de mégis akkor mi az ígéret? Nem lesz könnyű, ettől még az idős gondozás helyzetének kormányváltás lesz. De meg lehet emelni nagyon könnyen az ápolási díjat azoknak, akik nem gyermek. Hova emelni? Ugyanúgy a minimálbér szintjére, ugyanarra a szintre, mint a gyermekek otthongondozási díja van, körülbelül évente 50 milliárdos pluszköltség, nem egy jelentős államháztartási terv. És államilag el kell kezdeni idős férőek létrehozni, és van egy új civil kezdeményezés, ami nagyon érdekes, amivel el fogok kezdeni én is többet foglalkozni, az LMP is, meg több szakmai szervezet, az, hogy legyen lehetőség külön biztosítást kötni, akár valamilyen állami támogatott módon, azért, hogyha az ember majd ilyen helyzetbe kerül, akkor az ápolást még külön állja. Ezt saját magára vonatkoztatva, vagy magára, akár egy ilyen családi rendszerben? Biztos lehet családilag, amit én láttam, az saját magára vonatkoztatva, tehát, és akkor ezt lehet, hogy bizony hamar az életkorban hamar is el kell kezdeni. Jó munkát hozzá! Köszönöm szépen! Ungár Péter, az LMP politikusa volt a vendégünk, köszönöm!